Megszavazta kedden a Marosvásárhelyi önkormányzat a Tudor negyedet a November 7 negyeddel összekötő útszakasz teljes felújítását, jelentette be Sós Zoltán polgármester. A projekt magába foglalja a Rózsák terének teljes átalakítását is. A munkálatokat legkorábban 2 év múlva kezdhetik el, addig a felszámolásra kerülő parkolóhelyekre keresnek alternatív megoldásokat. Teljesen át fogják alakítani Marosvásárhely közlekedési infrastruktúráját. Erről döntött kedden a város helyi önkormányzati testülete. Ennek értelmében megújul a Tudor Vladimirescu lakónegyedet a November 7 negyeddel összekötő útszakasz, beleértve az 1918. december 1 sugárutat, ismertebb nevén a Hosszú utcát is, de a projekt része a történelmi főtér újrarendezése is. Az első szakasz a Fortuna kereszteződés és a központ közötti utcát érinti. A döntést azért kellett a keddi rendkívüli tanácsülésen meghozni, hogy a város ne essen el a 18 millió eurós Európai Uniós finanszírozástól, szögezte le híradónknak Gombos Csaba városmenedzser. A munkálatok azok csak 2026-ban fognak elkezdődni, és ugye a legnagyobb kérdés és a legnagyobb probléma az volt, hogy mi lesz a parkolóhelyekkel, ugyanis ott felszámolódnak néhány parkoló, 300 pontosabban parkoló hely, de addig is biztosítani fogunk egy alternatív parkolási helyet. Gombos Csaba egyik alternatívaként a parkolóházakat említi. A főtérre tervezett 2 parkolóház építése azonban gyakorlatilag még el sem kezdődött. Mindkét beruházás esetében a végleges engedélyek kibocsátására várnak. Korábban Sós Zoltán azt nyilatkozta, valószínűleg legkorábban 2026 második felében tudják használatba adni ezeket. Addig viszont nem kezdik el a munkálatokat, ameddig nem találnak konkrét megoldásokat a parkolással és a zöld területekkel kapcsolatos problémákra, fogalmazott a polgármester. A történelmi központ átrendezésével a menetirányonkénti 2-2 sávot egy-egy sávra szűkítenék, ezt egészítenék ki 2 buszsával és kerékpársávokkal. Az új látványtervek értelmében teljesen felborulna az eddigi szimmetrikus városkép, amit már most nagyon sokan kifogásolnak. Ráadásul a főtér színháztér felőli részében levő utcák megközelíthetetlenek lesznek. Az Erdélyi Magyar Szövetség Marosvásárhelyi szervezete egy online petíciót is indított annak érdekében, hogy az önkormányzat vegye figyelembe Marosvásárhely főterének történelmi jellegének megőrzését, és módosítsák az eredeti terveket.